A vízdíjak emelésére van szükség Budapesten a főváros vezetése szerint, írja a Népszava. Budapest jelenleg köteles féláron adni a vizet nem csak a háztartásoknak, de a hoteleknek, az erőműveknek, sőt az akkumulátorgyáraknak is. Tüttő Kata főpolgármester helyettes szerint a fővárosban 218 forintba kerül 1000 liter víz, így a havi számlák 3000 forint alatt vannak, miközben az ivóvízkutakból való kitermelése és eljuttatása a háztartásokhoz, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra működtetése csaknem a bevételek duplájába kerül. Ennek az az oka, hogy a magyar vízműcégek 10 éve nem emelhettek árat. A fővárosi vízművek pert indít és visszamenőlegesen is kártérítést kér az államtól. Arról is beszélt, hogy évente nagyjából 80 milliárd forintra lenne szükség a főváros és az agglomeráció csővezetékeinek rekonstrukciójához, azonban a jelenlegi vízdíjak ezt egyáltalán nem fedezik. És akkor itt is a stúdiónkban a budapesti főpolgármester helyettes Tüttő Kata, jó reggelt kívánok. Valószínűleg a legkevésbé ez érdekli a nézőinket, de azért röviden tisztázzuk ezt a pert is, hogy ha ez 10 éve önök szerint jogsértő állapot, akkor miért pont most kezdte el zavarni önöket? Folyamatosan zavart minket. Az ember nyilván minden eszközt megragad arra, hogy biztosítsa a közszolgáltatásokat. Nekünk ez a dolgunk, hogy legyen ivóvíz, működjön a közösségi közlekedés, legyen távfűtés a lakásokba, és ezt az minden erőnkkel megpróbáljuk megtenni. Nyilván egy per az már egy ilyen végső kétségbeesés, amikor azt látjuk, hogy annyira reménytelen a helyzet, és olyan mocsárba süllyed a magyar vízügy, amiből valahogy ki kell rángassuk. Miért nyári időszak, miért most? Mert egyébként most a legfájóbb az, amikor egy csőtörés miatt nincsen víz egy háztartásban. És hogy érthető legyen mindenki számára, hogy mi történik. Nem a lakossági vízdíj az, ami miatt pert indítunk. Mert mi is azt gondoljuk, hogy ebben a mostani helyzetben, meg egyébként is igazságos az, ha egy alap vízszolgáltatás az mindenkinek megfizethető módon jár. Az én gondom az, hogy ma azért kellene elvegyek közszolgáltatástól pénzt, idősek otthonától, színháztól, közlekedéstől, közvilágítástól, hogy egyébként a legnagyobb fogyasztó gyógyszergyáraknak, vagy akár a MÁV-nak, hoteleknek, benzinkutaknak egyébként olcsón, értelmetlenül adjunk vizet. Én nem értem, hogy miért kell ez. A magyar kormánynak csak be kéne tartania a maga által alkotott törvényt. Úgy hozták meg ezt a jogszabályt annak idején, hogy a gazdasági szereplőknek, tehát a profitot termelő cégeknek a vízdíja, azt fedeznie kell az előállítás költségeit, mert ugye ez a normális, mert ugye ha veszteség van rajta, akkor az a szolgáltatást mind érezzük, hogy nem sokáig lesz. Tehát ha bárkinek a 10 évvel ezelőtti fizetéséből kellene megélnie, azért az nehézséget okoz. Itt tart ma az egész vízszakma. Nem csak az a kérdés, hogy a meglévő hálózatot életbe lehetett tartani, és a diagnózisunk ugyanaz a kormánnyal, hogy tragédia mi van. Ezt ők maguk mondták. Igen, ki. De éppen olyan hírek szivárognak, nincsen döntés, hogy egységes díjat, egységes tarifát vezetnének be. Magyarán nem lenne akkor ezek szerint különbség abban, hogy egy lakossági fogyasztóról, egy kisboltról, vagy egy akkumulátorgyárról van szó. Ugye hírek szivárognak, annyit erősített meg az államtitkárság, hogy egységes díjra készülnek a lakossági díjnál, és egységes díjra készülnek a gazdasági szereplőknél. Uh-huh. Na, a lakossági... Tehát kétféle egységes díj lenne. De nézzük meg. A lakosságnál én is azt gondolom, hogy az egy igazságos dolog lehet, hogy mindenhol független attól, hogy ki melyik településen él, bizonyos mennyiségű alapszolgáltatáshoz jusson, megfizethető egységes áron, ez rendben van. Na, de ugye ma a vízkitermelés költsége minden helyen másba kerül, mert valahol sok víz van, valahol könnyen, gyakorlatilag tisztítás nélkül kitermelhető a földből megfelelő mennyiség rövid hálózaton, valahol meg nagyon sokban, valahol 300 forintért ki lehet termelni a vizet, valahol 1000 forintért. Na mi abban a logika, hogy annak az akkumulátorgyárnak, ahol egyébként nincs meg az infrastruktúra, drága kiépíteni, drága kitermelni, és nincs is elég víz, ugyanannyit kelljen fizetni, mint mondjuk egy budapesti trafikban. De hát, ugye ebben semmilyen logika nincs. Hát biztos, hogy valami kormányzati logika van benne, ha ez irányba indul. Hát én mindig az észt és az értelmet keresem, meg mindig a közérdeket keresem, meg mindig a normalitást keresem. És ugye ebben a gondolkodási keretben, amiben én élek, ez a logika nincsen, de ugye nem láttunk még, csak ugye ígéretek vannak, normális egyeztetések ebben nincsenek, és amit én látok szándék,
hogy gyakorlatilag a kormányzat itt is a fejlesztéseket magához akarja vonni. Ugye láttuk ezt a Lázár-féle elbukott beruházási törvénynél, és remélem az örökre elbukott, hogy gyakorlatilag mindenről ők maguk akarnak dönteni. Arról is, hogy Budapesten melyik lakótelepnél van rossz állapotú hálózat, vagy mely hol van még ólomalapú bekötés, vagy hol van, melyik 120 éves csövet kell kicserélni. Hát ez egészen abszurd, hogy gyakorlatilag az összes beruházási pénzt, ha jól látom, vagy jól sejtem a folyamatokat, ők a Karmelita Kolostorból akarják eldönteni, hogy mire költsük, és melyik hálózat az, amit életbe kell tartani. Budapesten 2 millió ember vízellátása a tét. Én ezért mondtam, hogy én most minden energiámat erre fogom fókuszálni, hogy ebben valami változás legyen. Honnan lehet felújítani azt a több ezer kilométernyi vezetéket, amiben már tényleg nincs még plusz 10 év? Ugye, ha én sokáig hallgattam, Áder János volt köztársasági elnököt, aki éveken keresztül mindig elmondta, hogy a víz kincs, meg kell becsülni, vigyázni kell rá. De ebben kell egy új szövetség a magyar kormánnyal, ugyanis ott tartunk ma, hogy Budapesten egy újjáépítési programra van szükség, egy 30 éves fejlesztési tervre. Ha egyik oldalról pereskednek, és azért nem ez az első per, amit a főváros indít a kormányzati szereplők ellen, akkor másik oldalról nehéz lesz új szövetséget építeni. Nézzem. A mi dolgunk, hogy a közszolgáltatást biztosítsuk. Mi minden asztalhoz leülünk, ahol a kormány leül velünk. De a kormány ideje már nem ül le a fővárosi önkormányzattal egyetlen egy asztalhoz sem. Mi mindig nyitottak vagyunk arra, hogy Budapest jövőjéről beszéljünk, a közszolgáltatásokról beszéljünk, mert az, hogy van-e vízellátás, az nem Karácsony Gergelynek a magánügye, hanem 2 millió embernek a napi életének a legfontosabb. Ha ebben a kormány nem segít, akkor ezt a főváros ön erejéből ezeket a felújításokat nem tudja megcsinálni. Ugye érezzük, ugye pont most adott át a fővárosi vízművek egy 2 kilométeres új vezeték. Ahhoz konkrétan épületet adtak el. Hát ugye az történt, hogy egy főnyomócső tört, veszélyes helyen volt, ha az rosszul törik, elvitte volna fél rakpartot, épületeket, a Magyar Tudományos Akadémiát. Azt mondta a vízművek, hogy ezt minden körülmények között ki kell cserélni. És gyakorlatilag, mivel pénz nincs rá a vízdíjból, ezért az eladott székházának az árát temette be a föld alá. Mert ugye a legfontosabb az ellátásbiztonság, meg az itt ülők biztonság. Egy volt. Na, de hát ugye egy van, igen. És ugye ma tartunk ott, és ugye erről is kommunikál a vízművek, ugye nyáron nagyobb a vízfogyasztás, nagyobb a nyomás a vezetékeken. A vezetékek nem lettek fiatalabbak, csak öregebbek. Ugye szoktam mondani, a 150 éves városban vannak még 100 évnél idősebb vezetékek. Törnek, és vannak olyan napok, amikor egyszerre annyi helyen törik a cső, hogy nem tud a vízművek mindenhova kimenni, és néhány órán belül elhárítani. És akarjuk, hogy mindenki értse, hogy egyébként mi történik, mert ezen így együtt lehet csak változtatni. Ugye beszéltünk itt az adás előtt arról, hogy hosszú távú terven dolgoznak, hogy ezt a sok ezer kilométernyi vezetéket hogy lehet több év alatt, jó sok év 30. alatt felújítani. Igen. Tehát, hogy ennek mi lenne az optimális ütemezése, és mekkora pénzt igényelne? Ugye Budapest egy élő, működő város, nem most építjük fel a semmiből, és minden városnak van egy elbíró képessége, egy teherbíró képessége, hogy körülbelül mennyit lehet lezárni egy városba, hány kilométert. Ennek van egy ilyen elméleti határa. Ugye nem, egyszer próbálta ki ezt a főváros az útfelújítási programokkal 2006-ban. Nagyjából egy 100 kilométer az, amit maximálisan elbír, de én azt mondtam, hogy mire fölépül egy ilyen projektmenedzsment, nagyjából egy évi 80 kilométer cső az, amit ki lehet cserélni, és ahhoz kapcsolódik útfelújítás, ahhoz kapcsolódik egyébként más közműveknek a megújítása, egy felüljáró felújítási program. Tehát amikor én arról beszélek, hogy egy 30 éves újjáépítési programban gondolkozik Budapest, akkor az nem csak a vízcsőről, csatornáról, vízelvezető árokról, útról, felüljárókról, hanem arról is gondolkozik, hogy a zöld felületek aránya, a burkolatok minősége hogyan változik. Csak a vízvezetékek cseréje, mondjuk ennek az évi 80 kilométernek, az mennyibe kerülne? Hát ugye most én azt mondtam, hogy ökölszabály szerint 1 kilométer beépített városi környezetben az 1 milliárd forint. Tehát nagyjából ez egy mai áron, egy évi 80 milliárd forint az, amit el kellene költeni arra, hogy a most
a vízszolgáltatás fenntartható legyen. És akkor nem beszéltünk még arról, hogy az agglomerációban állandó vízhiány van, mert ugye kisebb a kapacitás, a lakossággal együtt nem mentek a vezetékek, nem ment az infrastruktúra, abból ez még nem jön ki. Hogyha ugye abban maradtunk, hogy egy bizonyos fogyasztásig a lakossági árak ne dráguljanak, ne növekedjenek, ebben egyetértenek a kormánnyal, ha a nem lakossági árakat emelnék meg, abból mennyire lenne ez a 80 milliárd finanszírozó évente, ha megkapnák? Hát nyilvánvalóan nem lehet ezt egy-egyben átterhelni. Ez egy nagyon-nagyon hirtelen ugrás lenne, mert ez egy többszörös árat jelentene. És ugye ezt a meglévő vezetéket is a köz tette le, közpénzből. Tehát ebben kell egy egészséges arány, amit megfizetnek a fogyasztók. Az biztos, hogy a piaci szereplők fizessék meg a valós költségét ennek, tehát aki profitot termel, az fizesse meg a valós költségét, de a köznek is emellé oda kell tenni egy pénzt. Ugye ma egy 20 milliárdos ivóvíz minőség javító beruházás zajlik, és ezt egy az egyben az Európai Unió fizeti. De hát nem lehet kifizettetni, és nem is akarja az európai közös kassa kifizetni azt a meglévő vezetéket, meg annak a cseréjét, ami egyébként a mi dolgunk, hogy életbe tartsa. Köszönjük szépen, erről a témáról még sokat fogunk beszélni.